Tehát képviselő testület, megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk, valóban is képviselő úr igazolta hiányzatok felül bejelentett. Kérem, hogy munkánkat a napirend elfogadásával kezdjük meg. Az írásban kiküldött napirendhez képest egyetlen egy új tájékoztató van, ami reggel kiosztásra került. Egy féloldalos tájékoztató, ezen felül új napirendi javaslat nincsen. A kérdésem az, hogy van-e napirenden kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincsen. Akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a tájékoztató közül a legjobb szám, az Almási kastélyra kapcsolatos felvegyük napirendre. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzunk minden. Kérem, hogy akkor most az írásban kiküldött meghívóban szeretne napirendet ezzel a kiegészítéssel együtt szíveskedjenek elfogadni. Tehát a szavazás. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő testület, tekintettel arra, hogy az elmúlt üléssel nem maradt megválasztott az interpelláció, tehát az interpelláció elmondásával kezdjük a mai munkánkat. Képviselőtársaim vannak, akik az SMS-nek megfelelően beadták interpellációkat, kérdéseket, beleinteresek, akkor jelezni a felszólalási szándékok, a durvókára a képviselő úré a szó először parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, két témában szeretnék interpellálni, illetve kérdéssel tenni a mai testületi ülésem. Az egyik a Végi Fanyinak az ügyelmény az Erkély Gimnázium előtt látható. Szó szerint így házik, szép Fanyin épült egykor a kiskörös hivatalos nevényvégül is csatorna fölöttülán, az Erkély Gimnázium mai épületének szomszédságában. A diákok jó része így gyorsabban jutott az iskolába, vagy gyorsabban ért haza, de sokan mások is szívesen használták németvárosra rövid autósidat. Sajnos a kiskörös Fanyinak tervezési és kivitelezési hibából adódva néhány jó tárgy le kellett bontani. 2012. augusztusában még egy erősen masszívabb híd építéséről szóltak a hírek, aztán csak sajnos a régi csontok maradtak meg nekünk. Kérdésem az lenne, hogy van-e akadály annak, hogy ha az eredetileg tervezett 25-30 millió forintos költségvetésű, az egykori tervezésű, Bodok híd tervezésű, kisebb életben tervezett híd nem is valósul meg, egy kisebb, a Páfi utcához hasonló vasszerkezetű híd épülhet-e az Erkel gimnáziumnál? A kérdést is tegyem föl, a másikat is én köszönöm. A Dulaj Városlati Köre önkormányzati képviselőként lakossági megkeresésre jeleztem azt a tegnapi nap folyamán reggel, hogy folyamatosan adatot jelent városunkban az utak javítása, és egy újabb példája volt ennek az, hogy a Ferencesek tere 90 vérszámú ház előtt egy majdnem 1 méteres átmérőjű mélykártyú okozott balesetveszélyt a közlekedőknek. A környéken élő körüket kavicsokkal részlegesen ugyan feltartották, de ez nem hallotta meg a problémát. A kérdésem az lett volna, hogy mikor említett ki az utat az utcában. Hát azt tapasztaltuk, hogy rekordgyorsasággal ez megtörtént már tegnap délután. Én ezt köszönöm az illetékeseknek. Nyilván a városban sok helyen jelent ez problémát. A környéken is 2-3 jelentősebb kártyúra akadtam arra járva reggel. Azt gondolom, hogy érdemes lenne talán felmérni. Mindezt tudom, hogy az illetékesek dolgoznak, de egy mélyebb ráfigyelést, egy gyors elvezetés talán megérne a dolog. Most még amikor nem jött, nem köszönhetően az igazán mindentényi idő. Úgyhogy ezt az utóbbit köszönöm, az előtte pedig szeretnék válaszolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A probléma felvetés aktuális, annál is inkább, mert Kereskény Miklós cipőzetes igazgató úr a közelmúltban járt nálunk ugyanebben az évben, és megbeszéltük vele, hogy természetesen önkormányzatnak szándékával áll ezt a hidat visszaállítani. Ugye osztályvezető úr elmondja, hogy érdemet egyébként megmondani, és megvizsgáljuk, hogy azok a tervek, amiket a pályázatból szeretünk volna megvalósítani, azoknak a mai bekerülési költsége mennyi, ezt tudunk-e finanszírozást biztosítani, amennyiben nem, akkor van valamilyen gazdaságosabb változata, olcsóbb változata ennek a hídnak. Mérnöki osztályvezetőjével ezt meg is néztük egyébként, és akkor meg is kérném, hogy legyen kedves tájékoztatást adni.
Jó, sikerült. Tisztelt polgármester úr, képviselő testület, tisztelt képviselő úr, a interpellációs kérdése ugyanúgy indul, hogy szép van idén, így is igaz, de sajnos a szépség a jósággal nem párosul. 2000, ez amikor a gimnáziumnak a befejezési időszakában létesült ez a fahíd, 6 évvel később a felszerkezetés sajnos fel kellett már újítani, mert állapotba került, hogy nem volt tovább tartható, és néhány évvel később pedig már a tartó szerkezet is leszakadt, és innentől kezdve életveszélyessé vált, ezért kellett azonnal a lebontását elrendelni. Az, hogy a két hídfő nem került elbontásra, ez is azt mutatja, hogy szándékában áll a városnak természetesen ezen a helyszínen egy újabb hidat létesíteni. Ennek két lehetősége van, az egyik valóban az már megtervezett, újonnan megtervezett és engedélyezett, és engedéllyel rendelkező fahídnak a létesítése, a másik egy ön által is esetleg felvetett fémszerkezetű híd. Az, hogy fémszerkezetű hídat létesítsünk, ehhez újra terveztetni kell, hiszen még egyszer nem ne legyen ilyen probléma, hogy egyébként nem csak az a pontokon, hogy tönkrement a híd, hanem engedéllyel sem rendelkezett, tehát engedélyek nélkül épül. Ezt még egyszer azért ne kövessük el ezt a hibát, én úgy gondolom, úgyhogy a fémszerkezetű híd gondolata felmerül, azt meg kell terveztessük, engedélyeztessük. Ebben az esetben fogjuk látni, milyen műszaki megoldással lehet ezt megtenni, és akkor lehet véglegesen azt mondani, hogy mibe kerül egy ilyen hídnak a létesítése. Nagyon röviden, ennyi lenne a válasz. Köszönöm szépen. Igazgató úr egyébként azt is jelezte, a Erkélyi-Benzinnak az alapítványa, hogy nincs is szívesen indítanak érdekében, hogy segítsük a forrás szervezést, de először meg kell nézzük és látni, hogy pontosan mi az összeg van ezzel kapcsolatban. A másik kártyúzással kapcsolatos ügyben örömmel láttam én is a jelentést, hogy akkor mi is történt. Szeretném megkérdezni a Lucy igazgató urat, hogy képviselőknek az a felmérése, ami szerint elmérkezni kéne ezeket a úthibákat. Ezzel kapcsolatban milyen eljárás van a közeli KFT-nél, lehet ezen javítani. Kérem, foglalj meg. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtisztelet. Foglalj nyugodtan. Igazából semmi kapcsolat nem volt a gyors kérdéseket, a integráció között. Valóban ezt folyamatosan felmérjük. Mi csináljuk segítséget, mindegy aszfaltra, mindegy bányóra. Tehát ez egy folyamat. Azt mondja, hogy mindegyben ez a megoldás nem érdemes. Tehát a hideg aszfalt az általában délután, amikor ezt a 3-4 hónapot kivírja, utána kiterek. Tehát hideg aszfaltra a véleges megoldás nem lehet közé. Ezt az időszakot és ezen szerint a következő mellettártyúzási vonalon, a tavasszal május magasságára, hogy értem szerintem, hogy ez már mellettartyúzási, nagyon sokkal sokkal vagyunk. A felmérés folyamatos, a kollégák által képzített újban tártyúzást, mint egy folyamatos. Tehát ahogy mennek végig, ezt a helyszínen kevedjük be, és a helyszínen nem tudjuk bele, tehát mit tudjuk bele, előtti járda szükségességéről. Örömmel láttuk azt, hogy ez a járda
feladata megvalósult, mint egy 30 méteren keresztül most a biztonságban megközelíthető a Somogyi Béla utca felől a gyerekkorház bejárata, úgyhogy én szeretném kifejezni köszönetemet az illetékeseknek, ez a körzet képviselőjének, Kónya Istvánnak. Köszönöm a gyors intézkedést. Köszönöm szépen, képviselő. Volt Tamás képviselő, hogy a szóval is. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Egy olyan kérdésem, hogy a három interpelláció van, hogy ez külön vagy külön-külön? Igen. Jó. Már nem, tehát egyben, mármint egymás után. Tehát ebben az SMS szerint összesen 5 perc áll egyébként is az interpelláció elmondására. Akkor gyors leszek. Az első, a Magyarországi Helyi Önkormányzatokról szóló törvény, valamint Gyula város SMS-ében foglalt rendelet. Erre hivatkozva kérdezem, hogy a évenként tartalmú közmeghallgatáson felszólalva-e, hozzászólva-e, kérdezhet-e a képviselőtestület tagja. Van-e bármely tiltó rendelkezés, amely ezt kizárja? November 27-én volt egy közmeghallgatás Gyulán, és a nem nagy számú lakossági kérdés és sajtóérdeklődés után jeleztem, hogy szeretnék szólni, de a polgármester úgy az arra utalva nem adott, hogy közmeghallgatásra vagyok, és szeretnék tudni, hogy milyen jogszabályhely támasztja alá ennek az intézkedésének a jogosságát. Kérem, hogy a másik november 20-án a következő levelet írt a Susánszki Imre, a készfogások ötletgazdája. Ez egy nappal volt arra Gyula ünnepség, 20 éves évfordulója előtt. Hát nem olvasom fel teljesen az idő rövidsége miatt, de a leglényege az, hogy ő nem nagyon érti, hogy miért zárják ki őt ebből a rendezvényből. Ő két nappal a rendezvény előtt szólnak neki telefonon, arra hivatkozva, hogy nem ismerik az elérhetőségét, szerint ez tételesen nem igaz. Ő azt mondja, hogy a politika talán túlságosan rátelepedett arra a civil kezdeményezésre, amelyet ő annak idején indított, és ezt ő többször jelezte is. Ebből adódó kérdéseim, hogy miért helyezi partalanul kívül a Susánszki Imre ötletgazdáltatik a városvezetés, miért nem mondja az előkészítésben, miért csak két nappal és telefonon hívja meg őt a rendezvényre, ez vajon tekintetű a meghívás elfogadható és korrekt formájának. Miért mondják azt, hogy nem ismerik Susánszki Imre elérhetőséget, mi a baj egyáltalán a Susánszki Imrével, és a Haladjuk a testvérási kapcsolatát 20 éves évfordulója alkalmával talán mindig lehet volna meghívni Pocsai Károlyt polgármesteren kívül, azaz a regnáló polgármestereket is szeretném tudni, hogy ez miért nem történt meg. A harmadik pedig egy a Gyulai Kis Kft-vel kapcsolatos dolog. Egy legalább évtizedes történet az a probléma, amivel megkeresett a Szatellás utca 15 szám alatt lakó Szappanó Zoltán. Jelentik egy mennyiség miatt és dokumentum már rendelkezésre az elmúlt legalább egy évtizedből arról, hogy számára zavaró a cég zavai bűnözés tűz kibocsátása. Észrevételeit a hatóság részben biztonságra alátámasztotta, hiszen zajvédelmi bírságot szabott ki, mint a nyugatikus kombinátra, amelyet a nyugatikus kártérőről tudja. Majd ez a zajtermelés a határérték alá csökkent, de november 21-én az említett ingatlan tulajdonosság kihívott, és hát valóban azt tapasztalta, hogy a kocsipari cég üzeméből érkező füst egy része elárasztotta a kertjének a teljes hátsó részét. Nem kell ahhoz körzetvédelmi szakembernek lenni, hogy ezt megállapítassa, bár ez viszont zavar a körülmény. Én nem vonom kétségbe, hangsúlyozom a Gyulai Kus kombinációt, úgyhogy a Gyulai Kus Kft. Jó szándékát és erőfeszítéseit, ez a papírokból is kiderül, hogy tett erőfeszítéseket a probléma megoldására, de úgy tűnik, hogy ez a probléma mindig fennáll. Épp ezért kérdésem, és az ügyben én beszéltem egy lakosról, vezető úrral, aki elismerte, hogy adott esetben rossz, kedvezőtlen légkörű körülmények között így előfordul, hogy a küsnökből kiálló füst jelentkezik az ingatlanoknál. Épp ezért a kérdésem, következő kérdéseim, miként lehet olyan további intézkedéseket tenni, amely mindkét fél érdekeinek és elvárásainak megfelel, mi a technikai vagy munkaszerződési megoldásokkal lehet segíteni a most jelzett problémát. És arra kérem, polgármester, hogy az egyik interpellációban van egy nem tartalmi dolgoz történt realitás, kérem, hogy azzal nem foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm.
nem a tartalmi részhez tartja kapcsolatban. Köszönöm. Akkor megkérem először Tapos Ortikot, hogy tulajdonképpen is reagálni a problémának. Dolgozva, ezt folyamatosan végezzük, és megfelelő módon kezeljük.
hangsúlyozott rácsálunk, amit nem szoktunk találkozni. Köszönöm. Köszönöm. Csalódás volt a számomra, biztos van, hogy akkor ön ezt a részét vonja vissza az interpellációjának. Ezt engedj meg, hogy felhívom figyelmet, hogy elég veszélyes útnak tartom, hogy a város egyik legfontosabb élelmiszeripari cégét meggyanúsítani azzal, hogy a rácsálókkal kapcsolatban valami nincs rendben, miközben minden a legjobb rendben van, amit folyamatos hatósági ellenőrzések is visszaigazolnak. Kérem, hogy mindenki a lehető legnagyobb felelősséggel járjon el, amikor problémákat fölvet, és igyekezzen városunk jó hírnevét és a városi cégek jó hírnevét, főleg megalapozottan nem sérteni. Köszönöm szépen, igazgató úr, a választ. A Magyarországon a végén, ami a közmeghallgatást illeti, ott nem értem, hogy milyen tiltásról beszél a képviselő úr. A közmeghallgatásnak elég egyértelmű a törvény definíciója. Így szól az önkormányzatörvény 54. szakasza. A képviselőtestet évente legalább egyszer előre megkérdezett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Ez teljesen egyértelmű, hogy ez azért van, hogy a lakosság számára biztosítson arra a lehetőséget, hogy felszólaljanak kérdéseket és javaslatokat tegyenek. Az önkormányzati törvénynek a kommentárja, tehát a törvény magyarázata ezzel kapcsolatban az alábbi mondatot tartalmazza: a közmeghallgatás a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok megtárgyalására rendelt fórum olyan tanácskozás, amelynek az a célja, hogy a képviselőtestület a településen élő állampolgárok kérdéseink keresztül tájékozódjon a mindennapjaikat befolyásoló életkörülményeikről, a közszolgáltatások helyzetéről színvonalára, és meghallgassa azokat az esetleges javaslatokat is, melyek szintén az adott település részen lakó ismereteink tapasztalatai alapulnak. Ezt egyébként a törvénynek a szellemiségét én már 8. közmeghallgatáson vehettem részt, mindig a képviselőtestet tiszteletben tartotta, és meghallgattuk a lakosokat, de nem mi beszéltünk, mert nekünk van bőven arra lehetőségünk, hogy beszéljünk, kérdéseket tegyünk föl és javaslatokat tegyünk. Éppen ezért nem megtiltottam önnek, hanem szó szerint így hangzott el, hangfelvétel alapján azt mondtam, hogy ez közmeghallgatás, képviselő úr, a lakosságtól várjuk a hozzászólásokat. Egyébként Ökös képviselő is megkérdezte, hogy hozzászólna, őt is megkértem arra, hogy ne tegye. Mint ahogy Ökös képviselő is ezt elfogadta, akkor ön is elfogadta ezt, nem tiltakozott, ráutalom maga tartásra, ezt tudomásul vette. Nem értem, hogy akkor utólag miért próbált ebből ügyet csinálni. Tehát elsősorban azért van a közmeghallgatás, hogy a lakosságot meghallgassuk. Ő most is elmondhatja, mint bizonyítható, a véleményét is felveti a kérdését. Ami pedig a Susánszky Imrével kapcsolatos érdekérvényesítését illeti. Miért nem került Susánszky Imre meghívásra? Valószínűleg ön Susánszky Imre nem tájékoztatta arról, hogy Susánszky Imre 2011. december 6-án írt nekem egy e-mailt, amelyben azt írja, hogy a mai napon minden kapcsolatot megszakított Dunaváros önkormányzatával. Tehát ő volt az, aki 2011-ben egy levélet megközölte, hogy minden kapcsolatot megszakít velük. Most ezek után hogy hívjuk meg, és miért hívjuk meg őt? Egyébként ez egy műhalmi volt annak idején, hogy miért szakította meg a kapcsolatot. Volt egy arra hívott esteljvárosi szokásos érintrendes ülés, semmilyen ünnepélyes esemény nem volt ez, nem volt évforduló, korábban sem hívták őt meg, akkor sem hívtuk meg, és úgy érték el, hogy akkor neki most cirkusz kell csinálni. A levél egyébként a Nyugati Jelen című portálon is megjelent, tehát ezt teljesen nyilvánosságra hozta, erről ön is értesülhetett, hogyha akar. 2011. december 7-én 14:56 perckor jelent meg a Nyugati Jelen hírportálon az ő levele, amely szintén tartalmazza azt a mondatot, hogy a mai napon minden kapcsolatot megszakított Gyula város önkormányzatával. Egyébként ezt azzal indokolta, csak hogy ezt a színvonalat valamennyire érzékeljük, hogy 1998 és 2002 között Tanos László polgármesteri felsége alatt egyáltalán nem hívtak, 2002-2010 között Dr. Fejlési Klára polgármesterisége alatt egyetlen alkalommal, a 15. évfordulóra kaptam meghívást, és kikötötték, hogy csak 5 percet beszéltek. Tehát, hogyha nem kapja a meghívást, az a baj, hogyha meghívják, nem is szólalhat, de azt mondják, hogy 5 perc van, akkor meg az a baj. Tehát valami probléma mindig van, amit meg kíván sértődni,
de én úgy gondolom, hogy lényeg az, hogy ő maga jelentette be, hogy minden kapcsolatot megszakítunk a város önkormányzatával. Innestől kezdve nem értem, hogy milyen alapon kiszámol rajtunk, hogy teremtünk kapcsolatot vele. Egyébként a kollégánőnek nem is adtam olyan utasítást, hogy Susánszkindét meg kell hívni, ő valamiféle saját kezdeményezésből egyébként jó szándékból próbálta kideríteni Susánszkindének az elérhetőségét, amit aztán az utolsó pillanatban egy kötegyáni emberen keresztül sikerült megszerezni a telefonszámot, és így hívta őt fel. Innestől kezdve én úgy gondolom, hogy nekünk semmilyen kötelezettség nincs az a kapcsolatban, hogy Susánszkindét meghívjuk egy testvérvárosi rendezvényre, hogyha ráadásul ő minden kapcsolatot megszakít velünk. Másik dolog, polgármestereket miért nem hívtuk meg. Az ön információ teljesen megalapozatlan, mert meghívtuk, sőt nem csak a polgármestereket, hanem a korábbi jegyzőket is meghívtuk. Tehát két rendezvényünk volt a 20. évforduló kapcsán, az egyiket november 17-én itt tartottuk a díszteremben, a másikra arra, hogy került sor december 12-én. A gyulai rendezvény szervezési munkálataik értelemszerűen mi végeztük el, ezt a meghívót küldtük ki egyébként a volt polgármestereknek és a volt jegyzőknek, a közterület felügyelők személyesen hívték ki neki, december, vagy november 13-án és 14-én. Tehát november 13-án és 14-én vitték a november 21-én szóló ezt a meghívót, ami gondolom, hogy időben törődő készítésnek minősül. Hozzám azzal kapcsolatban panasz, hogy bármelyik polgármester, volt polgármester nem kapta meg ezt a meghívót, ilyen panasz hozzám nem érkezett, sőt, bár én a koncerten már nem tudtam részt venni, de úgy értesültem, hogy dr. Berési Klára polgármester asszony koncerten részt vett, tehát akkor ő mégiscsak megkaphatta ezt a meghívót. Ezt követően az aradi rendezvényt, az aradi szervezték, nekünk továbbítottak egy meghívót, mi pedig ezt szép küldtük, mint azoknak, akiket valóban idő meghívni, így többek között a volt polgármestereknek és a volt jegyzőknek is. Itt be is kértem egyet, találom a 2014. december 5-én 8:12 küldtem a kollégám dr. Berési Klára számára, így kezdődik: tisztelt dr. Berési Klára, ezúton tisztelettel meghívjuk Önt 2014. december 12-én pénteken Gyula Harang testvérvárosok 20 éves együttműködése alkalmával megrendezendő aradi eseményre. A kiutazás az önkormányzat szervezésében történik egy 50 fős busszal, és a végén, miután a programot ismertetik az e-mailben, a programokon töltött részvételi szándékáról legyen szíves értesíteni engem december 8-ig, elérhetőségén bármelyiké megjelenésére számítunk, ez ment ki tájékoztatás szerint mindenkinek. Innestől kezdve én úgy gondolom, hogy amíg idő, azt megtettük, volt is, aki eljött, más nem is válaszolt, volt, aki visszajött, hogy nem tud jönni. A rendezvény egyébként szerintem sikeres volt. Annak ellenére sikeres volt, és sajnos volt olyan törekvés, ami azt a célt szolgálta, hogy sározza ezt a rendezvényt, és ez nagyon sajnálom, hogy a mondta képviselő nevéhez fűződik. Aki azért mondom, hogy már kevesen olvasnak Népszabadságot, a Népszabadságon írt egy cikket, amelyben igyekezett városokat rossz szinten felültetni, és megalapozatlanul. Ha egy gyulai lakos újságíró éveken keresztül tendenciózusan próbálja a városát befeketíteni, az ízlés kérdése, nekem speciál nem nyeri a tetszésemet, viszont hogyha egy gyulai lakosok által, igaz, hogy listán mégiscsak megválasztott önkormányzati képviselő teszi ugyanezt, az én értékelésem szerint felháborító. A képviselő úr azt írta a Népszabadságban, hogy gyulai rendezvény botránya indult, holott itt az égényítő világon semmilyen botrány nem volt, egy ember megsértődött, szerintem teljesen indokolatlanul, és ebben az írásában megismétlés Susánszky Imrének a megalapozatlan sérelmét és vágyait, majd pedig itt alapon értekezik, hogy hát hol van itt az európai sem. Én megkérem képviselőt arra, hogy legyen kedves, hogy gondolja át azt, hogy képviselői minőségében minek utána egyébként kötelesség a város érdekének a képviselete, és az itt élő emberek érdekének a képviselete, vajon megengedhető magának, hogy igyekezzem a városunk rossz kérdeni, széles körben, országos lakban adott esetben. Arra nem is beszélve, hogy már iskolában sem szeretjük azokat, akik árulkodnak. Ez szerintem egy helyes dolog. Mindezért ilyen kívül más információ nem szükséges, mert aztán önnel szeretném megkérdezni, hogy elfogadja-e a válaszokat egy percben. Nem tudom elfogadni a válaszokat. Ő mondta a Susánszky.
visszatér, hogy miért hívták volna meg két nappal a rendezvény előtt, mégis felhívják, és az, aki felhívja, az a város vezetésre hivatkozik. Egyébként bármely kérdésben a város úgyhív nevét ne tölten fél csak polgármestről. Ezek olyan üresen kongó, rossz kérdek, hogy elképesztő, hogy polgármester ez nem valóak. A videógyalkodás jogát pedig hagyja meg nekem. A másik jogértelmezést kértem közmeghallgatással kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivatalban. A következő, talán önöknek is megvan, nem tudom. A következő választ kaptam, a közmeghallgatás egyúttal a képviselő testületi ülésnek is minősült. Ezért a képviselő a Magyar Önkormányzat törvény ilyen és ilyen paragrafus bekezdés alapján megilleti a tanácskozási jog. A képviselő ezen a képviselő testületi ülésen, tehát ami közmeghallgatás, a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, vagy a bizottság elnökétől, önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérem, ez történt. Kérem, hogy ne csordítson, mert nem tudjuk tovább hallgatni. Egyébként ez semmilyen tekintetben a már ellentétben azzal, amit én elmondtam. Tekintettel arra, hogy elég világosan fogalmaztam, mindenki semmilyen sem más nem jutotta meg a hozzászólást. Jeleztem, hogy elsősorban a lakossági hozzászólásokat várjuk, és ezt több akkor elfogadtak, utólag pedig megítélte meg, hogy pontosan ez az ügy, amely nem esetleg szerepelni tud is megpróbál valamiféle bűnbarát csinálni, tehát meggyőződésem szerint ez nem fog is kerülni. A képviselő úr nem fogadta el a válaszokat, szeretném megkérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy elfogadják el a válaszokat, de egyben szavazhatunk szerintem ezekről a kérdésekről, ha csak nem kívül, hogy külön-külön szavazunk. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a választ, kérem az igény gombanyomását, mert a szavazás. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, nézzük, ha három interpellációs kérdésem lenne, hogy ez a három szám, most egy kicsit bűvösszem a mostani testületésem. Kettő ebből közvilágítással kapcsolatos, egy pedig egyéb témakra lenne, tehát szeretném akkor feltenni a kérdést. A Posterki utca végén van egy Y elágazás, annak az egyik oldalán a mostan, tehát most is, jelenleg is vannak felszerelt lámpatestek, egy darabon ezen a szakaszon. Az lenne a kérdésem, hogy ennek a szakasznak a folytatását lehetne tovább vinni, hiszen ott laknak olyan lakók, akik szinte életszerűen ezen a területen élnek, és ez a közvilágítási rész csak egy darabot világít be, tehát egy hosszabb, további szakaszon kellene két-három esetleg is egy négy lámpatest kihelyezését megoldani, hogy erre van-e mégis lehetőség, hiszen tudjuk, hogy a mostani közbenítés fejlesztésnél felszorultak és a városi célára átadásra került több száz, több ezer a lámpatest. Én úgy gondolom, hogy ezek a lámpatestekről fel lehetne ezen a területen egy-két lámpatestet szerelni, annak érdekében, hogy az ott lakók, illetve akik ezeket a kerteket használják a sötétedésben és könnyebben és biztonságosabban tudjanak kimenni ezekre a területekre. Az első kérdés. A második kérdés az, hogy közvilágítási kérdés, ahogy átmegyünk Ajtós falvára a sineken, jobb oldalt az ipari vágány mellett meglévő lámpatestek, régi lámpatestek, villanyoszlopok vannak, ezek évek óta megvilágítanak. Én nekem az lenne a kérdésem, hogy ezek a lámpatestek bekapcsolhatók-e valamilyen formában a közvilágítás, a város közvilágításába, van-e ennek egyáltalán értelme, van-e arra lehetőség is, ha van, mennyibe kerülne, hogy itt legalább szakaszonként két-három lámpatest, hogy volt tudja világítani, hiszen tudjuk, hogy ott is azért a problémák, hogy ott laknak, illetve kertulajdonosok, hogy később járnak ki be a kertünkből, és akkor esetleg nekik ez egy könnyebbség lenne. Tehát az nem a kérdés, hogy van rá lehetőség, illetve mennyibe kerülne ez a város, és megéri-e egyáltalán ezen a területen ezt a lámpatesteket újra üzembe helyezni. A harmadik kérdésem az szintén Ajtósfalvával kapcsolatos, szintén a Posteri utca végén az Y-kanyánál. Jeleztem még a nyár folyamán, hogy azon az Y-elágazásnak a jobb oldalán járnak a kombányok egyéb a földekre egy betakarítási munkát folytatni. Ez tudomásunk szerint
egy 16 méter széles terület lenne, magától az átkeltektől, a kanálisi nyolcvány csatorna, akkor kértem, hogy valamilyen megoldás módján lehessen el tudjanak menni a kombányok ezen a szakaszon, hogy az ott lévő kertekben, ahol nagyon terepben tudjuk a hallatást végezni. Én megköszönöm, mert elég gyorsan és szakszerűen ott született egy ilyen régenes megoldás, hogy alapján ez a kökényes gyakorlatilag egy kicsit meg lehet ritítva, ki lehet szélsítve az út. Tehát ez a probléma az adott időpontban megoldódott. Kértem azt is, hogy folyamatosan erre figyelj van a közönök kárt, és valamilyen olyan megoldást találjuk rá, hogy ne kelljen minden évben, amikor a növényzet beindul, és akkor újból elborjátok a növényzet, hogy minden évben megint egy kisebb állással megoldjuk. Én megköszönöm a közmunkáknak, valamint a közmunkásoknak, egész szép munkát végeztek, ez egész hosszú szakaszon levágták a kökényest. Ez örömmel szolgál, viszont úgy gondolom, hogy ez hosszú távon ez még nem megoldott kérdés. Én arra kérném a közmunkáknak munkatársait, illetve a szakembereket, hogy azt meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehetne mondjuk egy olyan megoldást találni, amit nem kell minden évben újból megint végigmenni, megint letaszállni. Tudjuk, hogy az úton szedett kőtől, mondjuk vannak felhalmozva az út célét. Tehát én szeretnék egy olyan megoldást, ami mondjuk egy hosszabb távon legalább egy olyan 3-4-5 éves időtartalma. Ezt megoldanám a kérdés, és akkor nem kell minden évben ezzel foglalkozni. Sem a közökártérek, sem a hatás képviselők, sem az ott lakóknak, nem értem ezt problémáltam, akkor 4-5 évenként ez a művel el lehet végezni, akkor az megindulható lenne mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Közlelátásra kapcsolatban kérem Megyeri Sándor osztályt. Tisztelt polgármester úr, képviselő testület, tisztelt képviselő úr. A Y-elágazásnál valóban van két darab közlelátási lábhozhoz beépítve, illetve ezek működnek is. Amennyiben tehát műszaki akadálya nincs a fejlesztésre. Annyit kell tudni, hogy itt a két lámposztok után véget ér a hálózat, tehát amennyiben közrehajtási lámposztokat akarunk csinálni, akkor a kapcsolószámot ki kell építeni a továbbiakban. Ezért ez egy tervezési folyamat igénye a NEMAS engedélyezésével. Ennek az átfutási ideje általában 8 hónap szokott lenni, tehát a megvalósítás. De egyébként akadálya nincs a dolognak. Valamennyi költségen nyilván jár, nem is kevéssel, sok esetben, de hát van egy elszámolás a Rémász és a Rémász között, ebben elvileg ezt be lehet építeni. Döntés kérdése, majd a képviselőkkel szeretnénk majd személyesen kimenni, és megnézni azt, hogy meddig terjedjen el a hálózatnak a kiépítése, hiszen ez a kérdésre konkrétan elhangzott el. Amennyiben erre sor kerül, akkor tudunk konkrét ajánlatokra élni, és akkor megnézzük, hogy a költségvetésben hogy illeszthetünk. A következő kérdés az a Dürer Park erdővel együtt az iparvágány mellett elhelyezkedő térvilágításnak a kérdése. Itt 37 darab lámpatestán jelenleg a helyben elhelyezve. Annyit kell tudni, hogy ez kimondottan azt a célt szolgálja, hogy az iparvágányba szolgálta, az iparvágánynak a működéséhez megfelelő világítással álljon rendelkezésre. Mégpedig abban az esetben, hogyha kiillető berakodás van az iparvágányon. Maga az iparvágányt és az ehhez kapcsolódó térvilágítás, szándékosan térvilágítás mondok és nem közvilágítás, ezt magánerőből hozták annak idején létre, illetve magántulajdonban volt az ott lévő cégek közös beruházásaként valósult meg, de mivel az iparvágányt már az elmúlt 15-20 éve nem nagyon használták ezért, és utána már folyamatosan kérte őket ennek a karbantartásnak a tervezésére, és az a megoldás született részükről, hogy átadták a lábot. Tehát nem a mi tulajdonunkban van sem a lába oszlopsor, sem a ehhez tartozó, vagy fordítva az iparvágány. A beüzemelésével éppen amiatt, mert az elmúlt 15-20 évben nem volt használva ez a rendszer, nagy valószínűséggel, ha bekapcsolnánk, akkor talán egy-kettő lehet, hogy működésnek elvenető minden tartalma valószínűleg. És olyan gondok is vannak vele, hogy maga az energiaellátás az a fafén területén keresztül.
keresztül, egy úgynevezett almérőrendszeren keresztül történik. Tehát ahhoz, hogy működtetni lehessen, akkor ugye a céggel először is megállapodásokat kell kötni, teljesen úgy el kell építeni a magát a közirányítási fejeket, vagy a fejeket, és amennyiben szakaszos üzemelés kell, akkor szakaszosan szét kell választani ezt a rendszert, ami hát egyszerű viszonylag nagyobb összegű beruházást igényel. Ha csak összehasonlításra szeretném mondani, ha mostani lámpatesteket üzemelnénk be, a 37 darab lámpatestnek a beüzemelésre, és együttműködve a közvilágítással, az éves szinten 2 millió forint energia felhasználás jelent, plusz az egyszerű beruházási költség, amiről már az előbb is beszéltem. Tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk jelen pillanatban. Amennyiben erre a költségvetésben találunk lehetőséget, bár én úgy tudom, hogy erre most pillanatban nincs lehetőség, akkor van elvileg arra lehetőség műszakilag, hogy ezt üzemeltessen állítani, de ehhez a MÁV-val nekünk megállapodásokat kell kötni. Mindjárt ismerjük, gondolom, vagy legalábbis aki már közelébe került egy ilyen megállapodásnak, hogy a MÁV-val ez milyen időtartamú átfutás ideje egy ilyen egyezménynek a létrehozása. Nem tartom valószínűleg, hogy nagyon rövid időtök ez megoldható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Így közben a jegyzőkönyvet észrevétel valós képviselőnek érkezett már korábban. Köszönöm a képviselőt szeretném kérni. Ja, igen, még egy a dalócigazgatókat a önkényel kapcsolatban. Köszönöm, polgármester úr, elfogadom a válaszokat. Igazgató úr, én bízom benne, hogy a jövő folyamán megtaláljuk azokat a forrásokat, ami alapján ezt el tudjuk végezni, aztán lehet tudnak pedig akkor majd érzem, hogy akkor egy bejárással megnézzük ezeket a lábatesteket, hogy hova kellett még esetelésen kihelyezni, úgyhogy köszönöm szépen, elfogadom a válaszokat. Köszönöm, képviselő úr, doktor, meg a Kisztán képviselő. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestem! Én is a rendhagyóan három témáról szeretnék hozzászólni. Az egyik röviden arról szólna, hogy a lakossági kérése, vettem fel ezt a témát, illetve mindegyiket, hogy az ivóvíz program keretében a Szlányi dűlőbe is ment vezeték, és ott fákat vágtak ki, és a vastagabb részét elszállították, a vállalkozók, az apró részek még ott vannak. Azt szeretnék kérni az ott lévő gazdálkodók, hogy ha a fagyos idő beáll, mivel az utat egy kicsit megjavították, akkor majd ezt szállítsák el. A másik téma a Bárdostó környékén van. Az egyik dolog az, hogy a Bárdostóból kivezető csatorna a gát fele, a jobb oldalon is és a bal oldalon is nagy mennyiségű fa nőtt az utóbbi időben, és ezáltal a fáról a vízbe belső fadarabok, levelek a tónak a ivóvíz, tehát a tónak a minőségét annyira rongyák, hogy
nyáron rosszabb szakadónak, és azt szeretném kérni, hogy ha erre lesz idő, akkor ezeket a fákat ritkítsuk meg, és távolítsuk el. Itt ezzel kapcsolatosan szeretném mondani, szeretném, hogyha nála is időben leválnánk, mert tavaly elég esetleg esett tagja. A harmadik téma az, hogy a város garázsok, amik évtizedeket ezelőtt építettek, hát sajnos előről is, meg oldalról is elég rosszul néznek ki, tehát nincsenek tatarozva, nincsenek kifestve, úgyhogy nem tudom, hogy a ott lévő garázs tulajdonosokat fel lehetne esetleg szólítani, hogy a következő évben foglalkozzak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igazgató úr, egy erős válaszol. Szányidőben a ivóvízügyi javító programmal kapcsolatban kellett adott érvényeket a fát kívánni, egyrészt a gerincmásságban. A békésének a tegnapi koordinációs megbeszélése minden szemben a koordinációs megbeszélése. Nagyon összítettük a kérését, és azonnal a kérdezőkében várhatták is, hogy amit a fagyok állnak, ahogy képviselő úr is érte, elszállítanak mindent, addig nem akarnak nézni, hogy kell elmenni, mert a gyűrőt teljesen tölteteszik. Általában vállalták, hogy megcsinálják, ami természetesen elműzik. A másik a bárgostó, részben érdekesek kívánok, a lárói növényzetet 15 március 20-i vállalnak, hogy egyrészt a két oldalt ezeket kiváltjuk, elviszik, tehát úgymond növénynek is értjük. A lárói kicsit problémásabb, tavaly azért nem esett a fezdalonyással a lárvágás, mert az alfaj nem volt olyan időszak, alatt, amikor annyira átadhatott volna a víz, hogy ránk a jégre egy-két nap alatt elartott volna a nádat. Azt azért tudni kell, hogy a nádragas esetében, ami tényleg egy-két nap télen egy faj átfagyott területen, az hetek kemény munkája, csónakból, csizmával, stb. Tehát most azért megvárnunk, hogy a faj egy olyan megoldást kell keresni, de ezt is el fogjuk megfogni. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy képviselőből elfogadja a választ. Elfogadjuk. Csendben, és a képviselő következik a jelszót. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, jelzi a szót képviselőtársaim. Városunkban mintegy 15 éve nem működik fogászati egyenlet, holott mind a 30 ezer fölött élőnek szám, mint az idegen forgatók a tudatosság, valamint az itt rendben a megyei kormányzat az egyenlet átemény. Egy szóval igény lenne rá. Pádi Kármely kórházban szársítészet ügyéletet tartanak, mely ellátás mellett nem tudják vállalni az ebből fogadó túlterjegység miatt fogászati ügyelet ellátását is. Viszont folyamatos altocitásoknak vannak ítélni az osztályon dolgozók, az ügyeleti időt, fogászati ellátásért felkereső részéről. Nem tudják, nem mindenki tudja elfogadni hívgattam, hogy Békés Csabára kell utazni a fogászati ellátásra. Mivel csak Békés Csabában fogászik. És tudomásom szerint a kisebb élet 8-tól, miután 2 óráig látják a munkaszünetét, és megkapod a betegeket, az éppen ügyeletet tartó fogorvosok. De az emberek is a betegektől ellenszolgáltatást kérnek, tehát fizetni kell a betegség. Kicsit utána jártam a Békés Csabai kötelezőnek, miszerint megyei jogú városokban, mint például Békés Csaba, kötelező a fogászati ügyeletet tartani, ehhez tartanak még az 50 éve számot megtartó városok is. Az országos egészségügyi pénztárazó egy végig 2,7 millió forinttal támogatja az ellátást, ez ügyeleti napokra kivetítve mintegy 112-113 munkanapra, mintegy 23.894 forintra jön ki. Az ügyeletek magánokosítják a kötött szerződéseket látják el. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy nem kötelező városunk számára az elvégi fogászat ügyeleti rendszer működtetése és az alacsony OL finanszírozás miatt szinte alig megvalósítható, azzal is tisztában, hogy a Bánti Kármely kórház szársadészeti osztálya nem tudja ellátni ezt a pluszfeladatot úgy, hogy nem legyen egy tárgyas beadással az általuk végzett ellátó munkájában. Erre már személyes beszélgetésre volt szegényünk a főorvosokra. Viszont a probléma adva van, és megoldás van.
lehetséges megoldásnak tartom a következőt. A fogászati szakrendelő felszerelése, üzemeltetése az önkormányzat részéről esetleges bérbeadása az ellátás biztosítása érdekében, vagy ha az önkormányzat részéről ez túl nagy költségekkel járna, akkor a térség érintett önkormányzataival, karrierte közös ellátás érdekében közös finanszírozások rendelő kialakítása és üzemeltetése. Kérem javaslatom megfontolását és támogatását városon és a térség polgárainak egészségügyi ellátását. Köszönöm szépen, képviselő úr, valóban egy nagyon fontos kérdés vagyok föl. Mi a kérdés fele a gyűlő polgárok és ormányváltogatóknak egy alapvetően központi problémája lehet, ha megkövetkezik a baj. Foglalkoztunk is már ezzel az ügyel, és szeretném is foglalkozni az elkövetkezendő időben. A problémákat egyszerűen nem tudtuk megoldani, először az alapellátási vagy más nevén háziorvosi életet kellett újjászervezzük, hiszen az előző ciklusban azzal szembesültünk, hogy egy korábbi szerződés alapján egy nagyon rosszul működő életi ellátás kanyulán, ezt kellett először rendbe tegyük. Úgy érzem, hogy ez egy megfelelő intézkedés volt, amit meghoztuk, és sikertörténetről is beszélhetünk, hiszen azóta a panaszok megszűntek, és végre a gyermek kórház látja a gyermekügyeletet Gyulán, és a felnőtt ellátással kapcsolatban, ami a Zöld Keresztben zajlik, sincsen már probléma, ellentétben a korábbi időszakban, amikor rendszeresek voltak a panaszok. És akkor most jöhet el az idő annak, hogy ideje annak, hogy nekifussunk a fogászati életnek, ami egy nehezebb problémának látok, de neki kell fussunk mindenképpen, hiszen ahogy képviselő is kifejtette, ez valóban egy nagyon partjános kérdés. Megkérem Sós Lítosz tervezeti asszony, hogy ezzel kapcsolatban a helyzetet tárja fel a fütyük. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt képviselő úr! Arról tudom tájékoztatni önöket, hogy a 43.1999-es kormányrendelet, amely az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályait tartalmazza, kettő lehetőséget biztosít a fogorvosi ügyelet finanszírozására. Az egyik lehetőség az 50.000 fő alatti lakosság szám esetében, hogy folyamatos elérhetőség biztosításával, hétköznapokon és illetve a munkaszüneti ünnepnapokon is napi 4 óra helyszíni tartózkodással biztosítanak az ügyeletet. Ebben az esetben az OL finanszírozás 399.000 forintot jelent havi szinten. Ez konkrétan hétköznapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén munkaszüneti napon és ünnepnapokon pedig 8 órától 8 óráig elérhető rendelést jelent, azzal, hogy az állandó helyszíni tartózkodás 4 óra, további időtartamban pedig készállító ügyeletet kell biztosítani. Ezzel kiszámoltam nyilván a számokban, hát némi eltérés éves szinten. Ez esetben átlagban havi 336 óra hétköznapi, illetve 192 óra hétvégén felépítést jelent. Ez éves szinten 4032 hétköznapi és 2304 hétvégi munkavégzési órát jelent. Egy fogorvosi ügyelet esetén nyilván minimum 2 fő ügyelet a szükséges, egy orvos, illetve egy asszisztens foglalkoztatás is indokolt. A második esetőség, amikor kizárólag munkaszüneti napon, heti pihenőnapon, illetve ünnepnapon folyamatos elérhetőséggel és az előző korábban már említett 4 órás helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeletet nyújtunk. Ebben az esetben a fenntartók 50%-a, azaz 119.500 forint per hó illetőnek a szolgáltatót. Ezt is levetítettem számokba, 2015 évre vetítve 111 nap, 24 órájában történt munkavégzést jelent, szintén 4 órás helyszíni tartózkodással, ami a fennmaradó időszakban készenléttel történik, ugye biztosítva, ez éves szinten 2664 óra. A jelenleg ügyeleti igazással számoló, ugye a Fadonik úr említette, ugye szervezik az ügyeletet, tehát nagyjából képben vagyunk az orvosok díjazási igényeivel, de jelenleg ügyeleti díjazással számolva az első megoldás 22.060.800 forint kiadást jelentene direkt szintjén, amivel szemben ugye a 399.000 forint per összeggel számolva 4.788.000 forint per vitel jelenik meg. Tehát ami az önkormányzat részéről saját forrás lenne, az 17.272.800 forint. A második megoldás az pedig 10.123.200 forint kiadás mellett 2.394.000 forint
bevétellel jelentkezne. Itt 7.729.000 forint saját tanulásra szükség az önkormányzat részéről, és akkor még a rezsiköltségről, a gyorszítőkről, a levelük egyszerű kialakításáról már beszéltünk. Az, hogy több településsel közösen adjuk meg a lehetőséget, az olyan finanszírozás sajnos nem elég, mert nem egyeztettem az olyan feladatban, kérdeztem tőlük, hogy hasonlóképpen, mint hogy az orvosi ügyeletünk pedig lehetséges-e megszervezni, hogy más településen közösen állnánk kell, és hogy a teljes lakosság számára, hogy mindkét településre megkapnánk a finanszírozást, nem lehetséges. A finanszírozás a szolgáltatásonként, szolgáltatónként kerül megállapításra. Tehát, hogyha esetleg is összefognánk más településsel, az ő finanszírozásukat nem lehet igénybe venni, hiszen nekik a saját településük, a saját szolgáltatásukat kellene így a helyszínvételt biztosítani. Köszönöm szépen, én azt mondtam, hogy januárban elkezdjük ezzel kapcsolatban az egyeztetéseket, megnézzük, hogy milyen helyszínek jöhetnek szóba, milyen beruházási igény merül föl, hogy kell költeni a fogó és vezető kialakításán, azok vannak önkormányzatok, hogy milyen fogós vezetők. Megnézzük a alkalmasság, de a legnehezebb mégiscsak az lesz, hogy megtalálja azokat a fogorvosokat, akik vállalják ezt az ügyeleti munkát, mert hogy a háziorvos ügyeletnél is többségében vidéki háziorvosok és gyermek háziorvosok látják az ügyeletet, mert a vajokkal még nem sikerült ebben az ügyben egyetértésre jussunk. Tehát ez lesz szerintem igazán a nehéz dolog, de nem tudom, hogy januárban érzem képviselőt, hogy elfogadja a választ. Köszönöm szépen, képviselő. Végezetül Kis Tamás, mint képviselő, köszönöm a szót. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester, kocsizetes főjegy, tisztelt képviselőtársai. Én két témában kértem szót. Az első téma a közvilágítás kérdése. A Temesvári út kerékpár úton nagyon sötét lett az út, és ez eddig is, amíg nem ilyen szor, amíg szorfényel működött, akkor is már elkezdődött, hiszen megjöttek ott a fák az útest mellett, és nem világítottam be a kerékpárokat. Ez most a mostani világításon is megjövál. Ennek a megoldásában kérjük a segítséget, hogy az esetleges baleseteket milyen technológiával oldhatjuk meg, és milyen költségvonzata lehet. A másik téma, Lelősigából keresett meg levélben, miszerint a Temesvári út 114-122 számú ingatlanok előtt a közüzemi Kft. Az elmúlt időszakban folyamatos munkavégzést hajt végre, a munkafolyamat során a terület egészén munkaködőre lett kialakítva, valamint rendszeres színpantár zajlik a Temesvári út 114 szám előtti aknából. Maga az a munkaködő még mindig ott van, folyamatosan ott van a színpantó, ezt nap mint nap én is látom. Azt látom, hogy ezen a szervizútra már nem hajtanak be, hanem ott a sarkon megállnak a színpantósok. Ezzel kapcsolatban kérdezni szeretném, mikor várható ennek a beruházásnak a befejezése, és hogy mikor lehetséges a terület rendetétele. És akkor megragadnám a szót, és ezután köszönném meg az önök munkáját, amit eddigi rövid tevékenységem, képviselői tevékenységem során nyújtottak nekem. A Barcsi-Zsirinczky utca 34/A előtti területet rendezettél, és tegnap találkoztam az ott élő nénivel, aki szintén köszönetét fejezi ki. Ezt szerettem volna tolmácsolni, és nagyon köszönöm még a Gyöngyvirág téli focipályán a világításnak a megoldását is. Köszönöm. Köszönöm a szót. Köszönöm a képviselő, köszönöm, hogy megyél is állóztál, hogy tudod kérni a közülállítással kapcsolatban, a javaslatainkat is megtessük. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt képviselőasszony. Igen, jogos ez a kérdés, és mi magunk is vizsgáljuk, és vizsgáljuk is folyamatosan most a megvalósított beruházásnak, vagy esetleg átépítésnek a következményeit, illetve a hatásait. Ez a beruházás egy tervezési folyamat végén valósult meg, de ugye a tervezésnek a gyakorlata ellen példája, illetve a példája, és hogyha kell, akkor is változtatni, hogy kiegészíteni kell ebbe, akkor ezeket tudomásul kell venni, és meg kell tenni ezeket a lépéseket. Nem ez az egyetlen egyébként helyszín, csak néhány helyszín, amely a jól alakult elemet, a képvárosítás.
Hitner Paulina utcánál, illetve Temesvári út sarkánál is már egy fontosítás folyamatban van, és ez a Temesvári úti kerékpárútnak a kérdése is aktuális, és valamit is kell oldani. Maga a kollégáimmal és a szakemberekkel megnéztük, ha már egy szemeket alkalmazunk, hiszen ez a megtakarítást jelenti számunkra, akkor ide is egy hasonló technológiát most lehetne alkalmazni, kell alkalmazni. 40 lámpatestet kell elérni ahhoz, hogy ezt az 1,6 km hosszú kerékpártat megvilágítsuk. És le kell, hogy mondjuk egy olyan tanulságot is ebből, hogy a fásításainknál is figyelembe kell venni azt, hogy ne feltétlenül a közvilágítás és a kerékpár közé helyezzük el a fasort, mert az előbb-utóbb ezt fogja jelenteni, hogy teljesen be fogja takarni a kerékpárutat, be fogja árnyékolni, és ennek egyetlen megoldás után már csak ez. Illetve hát van egy másik kép a fákban, de hát ez ugye nem egy jó követendő példa lehet, főleg nem gyűl a városának. Tehát azt jelenti, hogy ki kell épülni. Ahhoz, hogy ezt megfelelő gyorsasággal elvégezzük, mert megértjük ezt a problémát, ahhoz úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldás az, hogy saját hálózatot építünk ki. Ennek az energiaellátását a Temesvári úti nyomásfokozókon meg lehet oldani, és miután ledes rendszer van, ennek is egy túl nagy energiafogyasztással megvalósítható. Nem az energia jelenti ennek a gondját nyilvánvalóan, hanem az az egyszerű megoldás, amikor ezt meg kell valósítani. Kollégáinkkal egy körülbelül felmérést végeztünk, ezen 10-10 és 5 millió forintos nagyság ezt fog jelenteni, de ezt meg kell tenni. Nem, hiszen nem csak arra is, hogy Gyula mondta le, hanem Gyula Várinak a közlekedését is biztosítja ez a kerékpárút. Annyi jót még azért tudok hozzá mondani, hogy ennek is ez már nem a közvilágítás érintően magát az utat, ahol a kerékpárút is egy eléggé leromolt állapotú. Ez a kerékpárút átépítésének nem csak ez, hanem a 15. kerékpárút átépítés és létesítése benne van abban a programban, ami a megyei decentralizált programban bekerült, és ami úgy tudom, hogy 2018-ig meg is kell valósítani. Tehát maga a kerékpárút is átépítésre fog kerülni, és akkor reméljük, hogy vasárnap valósítani, és biztonságosan ezt a közvetítést. Köszönöm. Köszönöm, hogy a személyes fogjának a csúlyozatot is kérdeni. Egyébként a tájékoztatásunkat. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt testület, tisztelt képviselőasszony. Próbálok érintről rendjétségképpen egy olyan műszaki problémával azt szakadtunk neki, amely kezdi gyakorlatilag. Csak egy mondatba vázolva, ez egy gerincvezeték, 4,5 méter mélyen, egy olyan homok felszínű, amit elért a talajvíz, és ez egész egy lányrendszer. Addig nem tudjuk kijavítani a hibát, itt a kijavítás alatt egyébként alvállalkozottól beszélek, hiszen speciális gépek is ezt nagyon szükséges, hogy egyébként látunk. Egyébként hozzáférjünk magához ahhoz a szakaszhoz, amelyet most már látunk, hogy megsérült és mitört, csak éppen nem tudnak se gépek, se emberek bejutni. Ugyanis egy nagyon lágy, nagyon vizes, nagyon homokos terület van, minden elnyel, nincs fix pont. Most már a gödör szép lassan tárgul, most már egészen a bejtárgyunk már gépekkel sem tudjuk igazából megközelíteni, mert az egész egy nagy képlékenyű homokvár, egy átszitatott vízzel átszitatott homokvár, mindez 4,5 méter. Az UV-ép alvállalkozóját kértük fel, mondom, hiszen nekünk nincsenek vátókútjaink, meg a egyetlen megoldás az, hogy olyan nagy teljesítmény vátókútak letelepítése, ami kirántja a vizet, legalább annyi időre folyamatosan vizetén kiszívja, hogy ott lehessen szerelni és megoldani a magát a hibátletelést. Egyébként a vátók letelepített vátókútnak kevesebb vizet voltak, úgyhogy most újabb vátókútaknak a telepítése szükséges, ami is azon a Réma cég végül a műszaki megoldás pedig mondom, hogy a nehézség ez okozza, hogy 4,5 méter mélyen egy gerincvezetékről van szó. És ez okozza a másik problémát. Ugyanakkor a fenti a gerincvezetékre érkező 65 rákötésnek a szennyvizét, viszont el kell számítani, hiszen a gödörbe nem engedhetjük bele. Ezért van az, hogy az egészet lezártuk az ominózus aknánál, ott megfogtuk, addig felgyűlítem, engedjük rá a tört szakaszra, azt viszont csak szennyvízszínpontokkal tudjuk elszállítani, folyamatosan őrülnek pénzért minden nap. Tehát
nem csak mi, más szakemberek és más a vállalkozók is, tehát folyamatosan próbálkozunk, de várjuk azt a pillanatot, amikor a tavalyi szint és az a futóhomok rész megadja magát. Köszönöm szépen. Hívják a futóhomok? Nem, nem így hívják, csak nem lehetem mondani a szakszavát, mert erre van egy szakszó, hogy milyen homok, de csak úgy gondoltam, hogy most nem említettem, elveszi a műszaki súlyát, a rendőrség egyébként egy posholóknak ez a műszaki sakszakban ennek az állatoknak a kifejezés, amikor annyira rágy a homok meg a víz együttes rendszere, hogy képtelen fixik ott a tagányán a munka területen. Csak egyszerűen fölreforgozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a szakszerű tájékoztatást. Itt is a rosszonyát, hogy a választ. Köszönöm szépen, hogy jöttem, fogadom a választ. Köszönöm a szakszerű tájékoztatást, bár most tényleg én nem nagyon vagyok járatos. És a fásításon pedig annyit jeleznék, hogy én is minden nap kerékpára járok. Nagyon jót tesz, mikor nyáron a nagy hőségben árnyékolnak a világításra szükség van. Köszönöm szépen a választ. Köszönöm szépen. Tájékoztatókkal folytatjuk, első tájékoztatókkal a testületi műsorokat egy fontos módon szól, hogy a hozzászólás alkalmat vette a kodás előtt. Tisztelt magam is, tisztelt képviselőtársai, nem a legfontosabb a kérdés, de egy kis előttel szeretnék kérni, és a december 1-én testületem a alapítvány évadzáró rendezvényén nem vettem részt, talán a Kónya kollega vett részt is. Visszatérnénk döntési szinten. Köszönöm.
más ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban nincsen. Ötös tájékoztató a kistérségi társulásnak a három év tevékenységéről szól. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Nincsen.